lassan 9 éve hűtársad, Bogi, mesélnél a kezdetekről, hogy hogyan találtatok egymásra? Menhelyre mentem el, és először kinéztem egy barna-fehér kiskutyát, hogy nekem ő kell, és Bogit abszolút nem is láttam. És nagyon sokan voltak ott a kiskutyás ketrecnél, aztán mire ugye oda tudtam én is menni, és odaálltam, és néztem azt a kis barna-fehér kutyust, hogy akkor ő lesz, akkor ő egyszer csak kifutott a ház alól, és felugrott a kerítésre, kivettem, és ott eldőlt a sorsunk, hogy ő lesz, akit hazaviszek, úgyhogy igazából ő választott ki engem, nem én őt. Kutyasuliba jártunk nagyon sok évig, több kutyaiskolába is, mert ahol kezdtem, az sajnos megszűnt, úgyhogy aztán átmentem egy másik kutyasuliba, ott volt trükksuli is, úgyhogy oda is jártunk, indítottak obedience-t is, abba is belekóstoltunk, bár az aztán megszűnt, mert én voltam az egyetlen, aki jelentkezett erre a tanfolyamra. Aztán utána láttam, hogy unja már a kutyasulikat, mert igazából nagyon újat már nem tudott tanulni, úgyhogy akkor jött az agility egyik ismerősöm hatására. Aztán hát nagyon, nagyon ügyes volt agility-be, fél év után már versenyekre jártunk, aztán onnantól már tényleg minden hétvégén szinte mentünk versenyekre, főleg Ausztriába jártunk ki. Aztán hát ugye még mindig járnánk agility-zni, de sajnos most így versenyszinten abba hagytuk. Ez úgy kezdődött, hogy hazaértem a munkából, és sántított a jobb hátulsó lábára, és nem is tudott fölállni, csak sírt. Úgyhogy gyorsan be is dobtam az autóba, elvittem az állatorvoshoz, adott neki fájdalomcsillapítókat, de úgy igazából nem használt. Valamicskét javult a lába, tehát már nem voltak talán akkora fájdalmai, legalábbis ő nem mutatta. De ettől függetlenül nem terheli a jobb hátulsó lábát a mai napig, és ezért döntöttem, több orvoshoz is elvittem egyébként, Pesten is, egy ortopéd specialistához, és ő is az MRI-t ajánlotta, mint előtte a többi orvos is. Úgyhogy még aznap, amikor fenn voltam Pesten vele az ortopéd orvosnál, akkor el is mentünk MRI-re, és hát egyszer ugye kiszóltak, hogy kontrasztfestést csinálnak. Ugye ott már sejtettem, hogy itt valami nagyobb baj van. Aztán kihozták, és akkor közölték velem a diagnózist, hogy gerincdaganat. És ugye ez a gerinc csatornában van, úgyhogy ezért nem lehet műteni. És meg hát össze van kapcsolódva az ideggel. Több hétig magam alatt voltam. Tehát nagyon sokat sírtam, ránéztem már, sírtam. És láttam rajta is, hogy nem érti, hogy mi a baj. Érzi, hogy valami van velem, és gondolom azt is érezte, hogy vele kapcsolatban szomorkodom, csak nem tudta. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy kiírom magamból, ezért született meg a blogom, hogy megkönnyebbüljek egy kicsit. És a bakancslista is ezért született meg, mert úgy gondoltam, hogy akkor itt az ideje, hogy új céljaink legyenek ettől függetlenül. És ugye igyekeztem mindent januárban megcsinálni vele, mert az egyik orvos azt mondta, hogy február-márciusig gondolja. Tehát természetesen most csak egy általános példát mondott. És ezért hoztuk létre a bakancslistát. Ezen olyan tervek voltak, amikben 8 év alatt már eljutottunk ezekre a helyekre, vagy még nem sikerült, de el szerettem volna jutni vele. Hát új trükk tanítása ugye mindenképp benne volt a bakancslistában, csak még nem tudtam, hogy melyik. Ugye megvan nekem otthon ez a 101 kutyatrükk című könyv, és végignézegettem, hogy mik vannak benne, amiket még nem tud, és
ugye próbáltam olyan trükköt választani, amihez nem kell neki se lefeküdni, se felállni, sem, tehát nem mozgásos, mert nem akartam neki fájdalmat okozni vele, hogy még temperegjen, vagy bármi mozgásos feladatot csináljon. Úgyhogy ezért láttam meg a könyvbe ezt a számolást, és úgy voltam vele, hogy na hát akkor kipróbálom, hogy meg tudjuk-e tanulni. És ugye az ugatás volt ennek az alapja, azt kellett először elsajátítania, és akkor utána jöhetett a számolás. Mennyi 2x2, Bogi?